Tiszteletkel köszöntöm Önöket az Index.hu és az ATV közös podcastjét látják a címek konkrétan Rónai Egonnal. Mai vendégem jugoszláviai magyarként a Belgrádi Művészeti Egyetemen végezte tanulmányait, aztán a rendszerváltás után költözött, nyilván nem ok nélkül Magyarországra erről valószínűleg szót is fogunk váltani. Elsősorban festő, de emellett kiválóan ír, és a tudósok elnevezésű punk rock zenekarnak más már évtizedek óta énekese és muzikusa egy ilyen sokoldalú mondhatni összművészeti alkotó. Dr. Máriás, Máriás Béla, szervusz, örülök, hogy itt vagy. Szervusz, jó estét! Azt szoktad mondani, hogy amit csinálsz, az tartalomsebészet. Társadalomsebészet bizonyos értelemben, és arra utal, hogy amit csinálok, annak bizonyos társadalmi üzenete van, vagy legalábbis az én szándékaim szerint hat az emberekre olyan értelemben, hogy bizonyos értelemben felszabadítja őket, elgondolkodtatja, bátorítja, tehát, hogy hatással van rá. De el. ennek a sebészetnek akkor van értelme, attól gyógyul a beteg. Te hogy látod, a te beteged a társadalom jobban nagyszerű, nagy Nagyszerű eredményeket értem el, vagy érünk el zenekarként nyilván nehezen lemérhető, hogy mekkora hatása van egy ilyen művészeti tevékenységnek, de miután vannak szimpatizánsok és vannak olyan emberek, akik néha bátorítóan közelítenek ehhez a dologhoz, és megköszönik esetleg, hogy én ilyen tevékenységet folytatok, akár még azt is el tudom képzelni, hogy pozitív hatást vált ki. Te milyen hatást szeretsz igazából, amikor állnak és a kép előtt hosszan átsorogva gondolkoznak, vagy amikor azt látod, hogy széles a mosoly, hogy, hogy átjött, hogy hogy látják, hogy ez nem komoly. E, azt nem tudom, hogy komoly vagy nem komoly. De majd szintén beszélünk. És e, a mosoly vagy az elgondolkodtatás az mindenképpen egy fontos szempont. Alapvetően ezek a, ha most főleg a festményeimre gondolunk, olyan tematikái, olyan történetű képek, amelyek egyrészt Valamilyen narratívával rendelkeznek, történelmek, személyiségek, stb., amelyek bizonyos közös tudást feltételeznek, hogy tudjuk, hogy kiről van szó, tudjuk, hogy ez milyen helyzet és hogyan van ez, bizonyos értelemben átértelmezve, kifordítva, megfordítva, és amikor rádöbbennek arra, hogy ez miért lett átfordítva, kifordítva, miért lettek a személyek lecserélve, és hogy ez bizonyos értelemben mondjuk a király mesztelenségét bizonyító, vagy felvillantó dolgok, vagy hogy valaki álszent, vagy nem mondott igazat, és így tovább. Tehát, hogy bizonyos dolgokat nem az elvárt mainstream kampány értelmezésben mutatok fel, hanem hát annak az ellentéteként. És ha valaki ezt érti, akkor ez nyilván nekem nagy öröm. Persze, hogy a képeidről beszélünk elsősorban most, ezt pont annyira nem tudjuk ebben a formátumban megmutatni most a kedves nézőknek, mint hogy zenét sem tudunk a tudósoktól játszani. Úgyhogy ez ebben az értelemben a művészetről egy eléggé három lépés távolságban értekező beszélgetés. De mondok én képcímet, és akkor az sokkal konkrétabb lesz, még akkor is, ha nem látjuk most a képet. Szarvas Attila inkvizitor társaival megkövezi a kortárs képzőművészt, mert szoptató anyaként ábrázolta Mária-t. Ez egy képcím. Igen, e, nek van egy előzménye és elmesélet? Hogyne, ne? Tehát e, e, karrierem egyik csúcspontja lett a, az egyébként előre ezt fel nem tételező meghívásom, hogy a 18. kerületi Kondor a közösségi ház előcsarnokában rendezzek egy kiállítást. Az első ötlet vagy meghívás az egy zenekari fellépés volt egy sorozatban, a Magyar Underground nagy alakjai sorozatban, Rupaszok Tamás meghívására és az igazgató meghívására, és akkor jött ez az ötlet, hogy legyen egy kiállítás is, de hát, hogy speciálisak a körülmények, nincs állandó felügyelet, nem tudnak biztosítani, nem tudják garantálni, hogy festményeknek nem lesz baja, vagy hogy... Tehát, hogy túl drága művek se legyenek, stb. Tehát alkalmazkodni kellett egy helyzethez, én örömmel tettem, ezt összeválogattam, alapvetően nyomatokból különböző méretű, technikájú és tematikájú dolgokat, úgyhogy egy teljes spektrumot próbáltam felmutatni a politikai terület mindenféle palettájáról, jövő szereplőkkel, Karl Marxtól Hitlerig és Gyurcsány ferenc Orbán Viktorig, és így tovább. És érdekes módon a megnyitóra eljött egy helyi képviselő is. Nevezetes Szarvas Attila, Attila, A kdnp Igen, a Keresztény Demokrata Néppárt képviselője, aki később tudta meg, hogy torna tanárként dolgozik. És hát ő tulajdonképpen bizonyítékot keresett arra, hogy ez a kiállítás nem odavaló, és hogy ezt mindenképpen be kellene zárni hogy ez sérti az emberek erkölcsi, vallási és egyéb világát, főleg a gyerekekét. Na most meg volt a megnyitó, amely nagyon szép számban jöttek össze emberek, és a későbbiek során az ő reakciója, amit hát egy Facebook bejegyzésben tett közzé, nagyon sok vele együttértő reakciót váltott ki, egész olyan elvetemültségi fokig, hogy hát igen, majd hogy nem kövezzük meg ezt a rettenetes valakit, anélkül, hogy lehet, hogy a másik felet is meghallgatták volna, vagy elgondolkodtak volna azon, hogy hát mi is ebben azon rettenetesen istentelen vagy eretnek, ami hát ezt az ószövetségi ítéletet magától értetődővé tenni. És akkor én egy posztot hoztam létre, amelyben hát erre finoman reagáltam, hogy hát ugyanaznap kérjük a betiltást, amikor a <kül> helyi fideszes képviselőről derült ki valami más, és hogy hát ez tulajdonképpen megerősíti a kiállítás címét, hogy a dadaizmus győzelme elkerülhetetlen, ami hát egy régi lenini mondásnak egy kicsit változtatott, vagy hát posztmodernítette variációja, ahol nem a kommunizmus győzelme elkerülhetetlen, amely már hát úgyis nem fog soha győzni, hanem hanem hát a dadaizmusé, amely hát ugyanúgy egy az első világháború idején társadalmi eh, nehézségek, káosz, eh, lehetetlenségek által lett kiváltva, ahol a művészet akart egy választ adni arra, amikor teljesen értelmetlenné tűnik, megszűnik a polgári élet, biztonság, béke. Később én úgy gondoltam, hogy mivel eh, ő ezt feltételezi, hogy én akkor bocsánat kérésként megfestem ezt a bizonyos pozíciót, amelyben tulajdonképpen éreztetem ezt a különbséget. Hogy egyrészt van egy anya-gyermek viszony, hát Jézus nem egy ufó volt, hanem egy ember volt, tehát őt fizikai valójában azért nem bűntalan ábrázolni, ezt elég sokan eddig megtették, és ugyancsak, hogyha őt az ő édesanyjával a képen őt eteti, és hát nyilván nem készétellel, vagy nem tudom én, hamburgerekkel etette, hanem anyateljel. Tehát, hogyha ezt az anya a gyermek gyönyörű viszonyt esetleg úgy ábrázolnám, ahogy ez körülbelül egy fizikai valóban megtörténhet, egy nyilván visszafogottsággal, vajon ez is pornográfiának tűnik-e, hogy egyáltalán ezeket az embereket fizikai valójukban merjük értelmezni. És hát nyilván a tornatanár fölöttem áll, és hozzán vágja ezt a bizonyos követ, van másik kezében is még tartalék, és van még egy csomó ember, ugye, akik hát tulajdonképpen az ő követői, de hát az ő szemük le van fedve egy kis fekete csíkkal, nyilván a személyiségi jogaikra tekintettel kell lenni, mert hát a megkövezők is megkövetelhetik az anonimitásukat. Borzasztó világ. Hogy ez a betiltósdi, ez nem egy egyszerű alkalom, azt pont most látjuk, hogy a WordPress fotó kiállítás kapcsán, ahol egy duró durai feljelentés nyomán tört ki a botrány. És hát, minthogyha hogyha ez a, 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 világ, itt a mi világunk, az elindult volna egy ilyen típusú művészetértés, értés, értelmezés felé. Tehát mi be tudunk belekötni, és mit tudunk valamiféle törvényel párba hozni. Egy feszült világban élünk, ahol nagyon föl vannak korbácsolva az indulatok, és sokszor olyan e tehát nem tudják művészetként vagy politikaként értelmezni egy-egy műalkotást. Nyilván mindenki ezt az érdeke szerint teszi. Sajnos ez igazából csak egy indok lehetett Elsimon László esetében arra, hogy őt valaki megtámadja. Lehet, hogy ez valakinek a bosszúja, aki esetleg egy-két hónappal az előtt ért egy kritikai támadást Elsimon Lászlótól a Magyar Művészeti Akadémia legköszönő elnökeként, esetleg más múzeumvezető, akinek a múzeuma előtt nem álltak hosszú sorokban a látogatók, én ezt nem tudom, de nem gondolom, hogy ez nagyon jó volna ez a kitiltósdi. Sajnálatos módon a múlt héten egy MT szerkesztő írt erről a megjelent albumról, amelyről most sajnos nem tudunk képeket mutatni, de igazából talán beszélgetésünknek is az apropója. A tanmesék a világ legfejlettebb demokráciájáról című album, amely a festményeimet, a hozzá kapcsolódó szövegeket és egy tudósok CD-t tartalmaz. Tehát, hogy erről írt egy MT tudósítást egy szerkesztő, amelyik le lett tiltva, és különböző szinteken lett rá reagálva, mint valami rettenetes meggondolatlan. Kiáltal le lett letiltva. Hát nem tudom pontosan. Nem úgy, jelenhetett meg? Nem jelenhetett meg. Gulyás István készítette ezt a riportot, amely hát nem tartalmazott semmilyen radikális, vagy nem tudom én milyen e, e, dolgot, vagy, vagy nem aspektus, de viszont végül tulajdonképpen fölháborodást váltott ki. Ezt most csak azért mondom, hogy milyen érdekes, hogy ugyanazt a dolgot különböző jelleggel, vagy kontextusban értelmezik a különböző beosztású, szerepű, szereplők egy társadalmi szcénán. Az, hogy a hatalom meg van sértve adott esetben, azt még tulajdonképpen érteni is az ember, hogyha a hatalom pozíciójába helyezkedik, ebben elég nehéz, de láthatóan sokaknak jól megy. Mert hogy amikor azt látom, hogy az a címe egy képednek, hogy Varga Judit amerikai fajügyi szakértővel egyeztet Picasso műtermében, ugye Picasso stílusában ábrázolta a Kuklux Klán egy képviselőjét és Varga Judit miniszterasszonyt. Akkor azért az ember úgy elgondolja, hogy most ezt Varga Judit meglátja, és gondolja -e azt, hogy állj ez a doktor Máriás, ez milyen egy szellemes fickó, vagy azt mondja, hogy Hát ezt én kikérem magamnak, és hogyha ezt mondja, akkor annak van-e következménye egy demokráciában, vagy egy kevésbé demokráciában? A kérdés jogos, azonban a művészet szabad, a vélemény szabad, tehát alapvetően, ahogy ő is elmondhatja a véleményét bármivel kapcsolatban, úgy gondolom, hogy egy demokráciában a művész is festhet ilyen-olyan dolgokat. Ez nem egy kirekesztő dolog volt, és nem volt megbélyegezve. Tehát nem ő volt a klános szereplő, hanem feltételezve volt, hogy egy női-férfi viszonyban ő találkozik valakivel, és ő vele egyeztet. Ez a kép akkor készült, amikor a migráció következtében nagyon aktualizálva volt a fai kérdés, az őslakosok, őshonosok, migránsok, és így tovább. Én is migráns vagyok, de magyar migráns, úgyhogy ez is egy újabb kontradikció. És ebben a helyzetben ugye én meg felidéztem egy olyan fajjal kapcsolatos, faji kérdésekkel kapcsolatos eseményt, amelyik Amerikában történt meg. Amerika ugye a demokrácia legnagyobb bajnokának szokta nevezni és tekinteni magát, ha bár ott sem minden annyira szép és feltétlenül tiszta a múltat tekintetve. Tehát a Ku Klux Klan ugye egy, egy fajgyűlölő szervezet volt, amelyik hát tevékenykedett sokáig, sőt bizonyos nyomaiban a mai világban is jelen van, Különböző szinteken, miközben ugye ennek ellenében egy Black Lives Matter mozgalom is megjelent, amelyik ennek akár bizonyos értelmében és bizonyos fokú erősségében, akár egy ellenpontként is netán, vagy hát legalábbis egy erős válaszként értelmezhető erre. Ebben a pillanatban, ebben a történelmi pillanatban ő igazságügyminiszterként találkozott egy olyan történelmi idézettel, amelyik ugye a faj identitást megidéző félelmeket mutatja meg, úgyhogy egy mondjuk úgy, hogy helyes nő szembenéz egy árnyoldallal, egy álarcos férfi, és mondjuk úgy, hogy egy arcát megmutató hölgy. Ha, ha azt mondom neked, hogy utolért az abszurd Magyarország látásmódodban, akkor az ellen tán nem tiltakozol olyan nagyon. De most már versenyfutásban is vagytok? Hogy tudsz-e abszurdabb képet készíteni a jelenünkről, mint amilyen a jelenünk? Jó kérdés. E, nyilván a hétköznapi élet e, hordalékanyagával nagyon nehéz vers, lépést tartani, és nehéz olyan sokszor igazságtalan, megmagyarázhatatlan, furcsa, és sajnálatos dolgokról számot adni művészileg is, mint ami, mint ami, történik velünk. Azonban a művészetem ezeket próbálja megidézni. Ennek hosszú tradíciója van Kelet-Európában, leginkább talán az irodalom területén, akár örkényt, de nagyon sok más kelet-európai írót is említhetünk, Daniel Harmstól kezdve Kafkánát nagyon sokakig. És ezek a történetek mutatják meg körülbelül, hogy mi milyen életeket élünk, mennyire küzdünk bizonyos abszurd nehézségekkel, és engem ez, én nagyon sokáig kerültem ezeket a közvetlen utalásokat, közvetlen megszemélyesítéseket, történelmi, politikai személyekre való utalásokat, de rájöttem, hogy tulajdonképpen annyira benne élek én ebben a valóban, és ez olyan szinten meghatározza az én életemet, az én valómat, az én szabadságfokomat, és így tovább, hogy akkor elkezdtem ezekkel foglalkozni, és hát olykor sikerül talán szolid eredményre jutnom, de hát az életet tudtam biztosan, nem fogom soha. Ha a szabadságot említed, volt nyáron a Godó Galériában egy kiállításod, az volt a címe, hogy jönnek a szabadítók, a felszabadítók. Igen. Ja. És hát ott mindenféle szereplők láthatók voltak. Tehát Igen. tényleg Sztálintól József Fatiláig elég széles volt a kínálat. Te hiszel még abban, hogy, hogy jönnek a szabadítók? Lehet, hogy felszabadítók, lehet, hogy megszabadítók, hogy valaki szabadít minket? Én nem az a kérdés, hogy én hiszek-e, talán, hanem hogy mi mennyire hiszünk, mennyire van benne ez a kelet-európai vagy magyar identitásban, hogy általában mástól várjuk el azt, hogy felszabadítson. Nyilván vannak pozitív ellenpéldák is, de hát volt itt már török, orosz és itt tovább osztrák, és hát mindig vártuk, hogy valakivel szövetkezve majd csak egy kicsit jobb lesz, segítenek, esetleg adnak egy kis ipart, pénzt, ezt, azt, és építenek egy-két szép épületet, amelyek lehet, hogy a mai napig meghatározzák Budapest látványát, és így tovább. Az a kérdés, hogy kellenek-e felszabadítók, látjuk-e az arcukat, tudjuk-e, hogy mennyire jogos az elvárás, hogy ez nem fog nekünk esetleg túl sokba kerülni, hogyha valaki felszabadít minket. Lehetnek -e ezek belső felszabadítók, nem egy túl nagy a rajongás egyik-másik politikus iránt, legyen az akár Lenin, vagy legyen az akár egy hortikultusz, vagy legyen az akár az Elvis Presley iránt, -e érzett akár magyar vagy kelet-európai kultusz is, amely tulajdonképpen motivum szintén a, szintjén a kiinduló pontja volt ennek a sorozatnak, hiszen Andy Warhol Elvis Priscilleről készült sorozatát, lett ez a parafrázis. Ráadásul az új könyvedben is szerepel, úgyhogy ha már az új könyvet szóba hoztad, akkor majd azt is akarom, persze. Igen, tehát az egyik kezdő, nyitó és záró motivuma ez, hogy jönnek a felszabadítók, és vagyon felszabadítanak-e minket, vagy végül is mit tudnánk leginkább magunkat felszabadítani. Az az új könyvet címe karácsonyi könyvpiacra jelenik meg, tehát lehet mondani, hogy nagy szép album meg lehet venni annak is, aki nem tudjuk, hogy mit ajándékozzunk, de ennél azért ez több. Mert olyannak vegyük meg, aki tudja úgy nézni a világot, hogy dr. Máriás. Itt van például a címe rögtön. Az a címe, hogy a tanmesék a világ legfejlettebb demokráciájáról. Észak-Korea? Észak-Koreában is divatban vannak még a tanmeség, de hát a világon számos részén tulajdonképpen itt a politikai didaktizmusnak és a, a mondjuk úgy, hogy sugalt ideológiai és más elvárásoknak a szövegi, szövegi testével van foglalatosság, tehát hogy mennyire tudunk mi elvonatkoztatni attól, amit a tévében, rádióban hallunk, mennyire veszük ezeket a népmeséket, vagy konkrét dolgokat komolyan, és ez hogyan szövődik össze bennünk egy valamilyen értelmezés. Akkor ez mégiscsak rólunk szól. Abszolút, abszolút rólunk szól. Ez a mi demokráciánk. Hát jó. Igen. Van itt egyik oldalon szöveg, másik oldalon a kép maga egymást értelmezik, de vajon melyik erősebben a másikat? Mi született hamarabb? A gondolat, hogy legyen ebből egy kép, vagy maga a szöveg, amihez aztán készítettél egy képet? Alapvetően képzőművészeti az indítatás, viszont magának a kép alkotásnak is van egy folyamata. Tehát egyrészt politikai, másrészt művészeti az inspiráció, és ez a publikus vagy nyilvános életünk, amely hát számomra nem az első és a legfontosabb, viszont betüremkedik az én úgymond művészeti, hermetikus kis világomban, Legszívesebben művészettel foglalkozni, vagy azt nézegetném, olvasgatnám, abba menekülnék, de hát állandóan jön a való, és hát ez felülírja. Úgyhogy a kettő, ahogyan keveredik, ahogy a közélet, politikum szereplői valahogy megjelennek, akkor hasonló, szerepekben, mint amilyenben valahol valamelyik művészeti, kanonizált szituációban. Kicsit olyan ez, mint egy színház, hogy mai szereplőkkel cserélek rá esetleg régebbi e, sztorikat, így lehet akár Monalizának, egy új arca vagy akár az utolsó vacsorának, és így egy más jelentést kap, egy más kontextus, és a mi viszonyunkat, a mi magyar, e, mondjuk úgy, hogy kontextusunkat próbálja e, belelopni ezekbe a képekbe, vagy mintha mi így látnánk esetleg ezeket a képeket bizonyos történelmi töltetünk el. Csak hogy kedvet csináljak ebben a könyvben Mona Lisa mosolya, Kádár János mosolyára hajaz, az, sőt, Kádár Jánossal cserélted ki. Ennyire örök nekünk Kádár, mint a, a galéria látogatóknak Mona Lisa? Mona ugye egy érdekes festmény, és gyönyörű, és fantasztikus, és misztikus, és megmagyarázhatatlan, és az egyik érdekessége, hogy nem csak a nő, a választott hölgynek az arcvonásait láthatjuk, hanem a művész a saját arcvonásaiból is lopott bele ebbe a képbe. Tehát egyszerre férfi és női kép. Nem tudjuk, hogy Mona egy szép, vagy mennyire vonzó nő, vagy esetleg a mai szépségidáloknak nem felel meg. Vagy tulajdonképpen egy régi festménynek a az élvezete mennyire melankólia. Vagy lefordítva a magyar hétköznapi életre, mennyire melankólikus visszatekinteni úgy a szocializmusra, mint hogy az egy jobb világ volt, egy szebb világ, egy emberibb világ, és így tovább. Hát és itt... mi mindig ezt csináljuk, bocsánat, az én nagyanyám Ferenc Jóskáról beszélt mindig, hogy ő azt hallotta a gyerekkorában, hogy akkor milyen jó volt. Ferencióska is szerepel. Ez itt ez, ez ez a, ez a, a magyar történelemben Igen. egy adottság valahogy. Igen. Mindig mindegy. régebben volt jobb. Mindig régebben volt jobb, akkor, amikor az a valaki fiatal volt, amikor vele szép dolgok történtek, szerelmek, sikerek, és így tovább. Úgyhogy nagyon érdekes és játékos ez, ugye, amikor Kertészim Rausicszól úgy ír, mint az ő életének végül is egyfajta sikeres, vagy otthonként megélt, megélt kontextusáról, akkor hát ez a leg félelmetesebben hangzó dolog, de hát ezt tulajdonképpen bármilyen értelemben vehetjük, így akár én is a Milosevic rendszert vágyhatnám vissza, de hát nem vágyok. Rád mennyire hatott, nyilván emberileg végtelenül mélyen, de ezt külön lehet -e vonni attól, hogy művészileg, hogy éled meg azt, ami veled történt, a hazaváltást, a menekülést, a, a szembenézést azzal, hogy hát lényegében mindent elvesztettél a jugoszláviai belháború okán alapvetően egy olyan élmény, amikor anélkül, hogy az ember bármi rosszat elkövetett volna, ellenségé válik, prédává, tehát kilövésre ítélté. Tehát mi teljesen békésen éltünk együtt a szerbekelési és tovább ott állítottam, kizenéltem, stb. 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 És egyik napra a másikra katonaszökevényi váltam, amellett, hogy leszolgáltam a kötelező időt a seregben, és hát át kellett menekülnöm a határon, egy olyan világban, amelyeket hát valamennyire ismertem, de voltak már barátaim Szentendré, Pesten, de, de alapvetően egy teljesen más gyökerű világ volt. És hát egyrészt ez egy felháborító élmény, hogy a, a civil ember szabadságjogait valaki egyszerűen semmibe veszi, és, és egy háborús környezetben, kontextusban bármit elkövethet egy, emberrel, másrészt pedig nyilván e, visszatérő motivumát tette ezt, hogy az ember kiszolgáltatott mindenféle politikai rendszernek, ígéretnek, szlogennek, és hogy hát ezeknek a szavaknak súlya van. Tehát, hogyha valaki békét ígér, demokráciát, jogot, hogy azt milyen jó volna, hogyha komolyan venni. Mást rajzolsz, mást festesz, másképp gondolsz a vászorra azóta? hogy átjöttél? Tehát hát ez, ez megváltoztatott? Igen, igen, igen. Például érdekes módon a háború kitörése előtt, amikor már érezhető volt ez a, ez a lassan omló rendszer, akkor egy ilyen elefántcsontoronyba vonulásként absztrakt képeket festettem fekete alapon, ilyen fehér papírcsipke figurákat, amelyek hát egy ilyen lebegést sugaltak, tehát egy légüres térben való létet és a háború után viszont elkezdtem egyre inkább a társadalmi, szociális témákkal foglalkozni, és már ez tulajdonképpen teljesen rózsássá vált, vagyis kivirult, és hát egy teljes nyitottságban próbál viszonyulni a mi valónkhoz. Andy Warhol említetted meg az Elvis képét. A borító, az új kötetet borítóján ugyanez a kép szerepel, csak hát valami magyar betyár, ilyen Rózsa Sándor figura áll egy pisztolyjal, mögötte pedig az uniós csillagok. Minket véd az uniótól, vagy az uniót védi tőlünk? Ez ugyanolyan kérdés, mint hogy ezt a címet komolyan gondolom, vagy súlyos iróniaként, hogy tanmesék a világ legfejlettebb demokráciáról, de mivel itt élünk így nekünk, ez egyszerre a legfejlettebb és a legfejletlenebb demokráciánk, tehát szeretni kell bizonyos értelemben, és akár megpróbálni csiszolni rajta valamennyit. Rózsa Sándor bizonyos értelemben a mi Elvis Prisling, és <laughs> e... hát nekünk ilyen jutott. Nekünk ilyen jutott, aki hát egyrészt egy borzasztó gyilkos, másrészt egy nagyon rafinált politikus, ugye, aki hát részt vett a 48-as szabadságharcban, és akárhányszor próbálták elítélni, végül mégsem sikerült felakasztani, hanem egy börtönben halt meg. Tehát egy nagyon érdekes élet és egy nagyon érdekes szimbólum. Na most hát ez a, ez a betyáros romantika, ez bizonyos értelemben feltámadta mai korban, és néha a mai politikát úgy próbálunk, próbáljuk megmagyarázni, hogy hát végül is ez egy magyar virtus, és hát oda kell csapni ezekre a brüsszelieknek. Másrészt pedig nyilván azt is érezteti, hogy hát ez azért egy letűnt kornak, egy letűnt romantikája, ami nem biztos, hogy a mai világban is indokolt, vagy szerencsés. Na, akkor megemlítem a hátsó bolítót is, hát ha valaki a könyvesboltban így látja meg először rosszulval lerakva, mondjuk ott Orbán Viktor és Áder János, az akkor még köztársasági elnök, két legnagyobb magyar méltóság, éppen megkereszteli Ferenc pápát. Hát gondolom a Duna vízében, mert nekünk az a legnagyobb folyónk, az van itt kéznél. Ez egy ilyen ki a keresztényebb verseny eredményhirdetése? Igen, de ez se olyan bírói ítéletként értendő, hanem ebben is ugye valahol ott van a játékosság. Ugye annak a története, hogy a pápa Magyarországra látogatott. És amikor hát mostanában a világ vezető politikusai azért aránylag ritkábban látogatnak hazánkba, de Ferenc pápa elfogadta a meghívást, és nyilván ilyenkor beindul a marketing gépezet, hogy hogyan lehetne ezt minél jobban kihasználni. És én akkor belegondoltam, hogy a, lehet, hogy akkor a miniszterelnöki hivatal alkalmazottai, vagy a az államelnöki hivatal. A marketing csapat elkezd azon gondolkodni, hogy mutassunk meg minél többet a pápának, akár a Balatont, akár a Paprikást, akár Rákor zenét, néhány ilyen érdekes magyar aktualitást, és akkor ebből igazából egy nagyszerű média eseményt lehetne kreálni, és akkor az összes nemzetközi médiában megjelenne, hogy hát milyen szépen fogadtuk mi a pápát, és mennyi felfedezendő dolog van Magyarországon. És hát nyilván a sztoriban, amelyik mellé társulott, ez ki is van fejtve, hogy hát a, a pápa megdöbbent ezen ez az ajánlaton, és hát amikor ő ezt jelezte, hogy nem szeretne feltétlenül mindenféle ilyen dologban részt venni, akkor egyesek megsértődtek, és azt mondták, hogy jóformán keresztény ellenes a pápa azért belegondolni, hogy ilyen mondat elhangzik a médiában, magyar közéletben, azért ez önmagában ez a az. Ez leginkább szó. akkor hangzott el, amikor az a hang, mondat hangzott el, hogy a melegekkel való ö, kapcsolattartást át kéne gondolnia, és a róluk való gondolkodást is a katolikus egyháznak. Na akkor ez elindult rögtön. Igen, meg a migrációban se tetszett mindig a, a mi vezetésünknek, ugye a pápa állásfoglalása. ideje volt megtérnie és megkeresztelkednie? Igen, és hát a szöveg záró része valami olyasmi, hogy hát beleegyezett a néptánc bemutatóba, hát kéri, hogy azért vegyék, fogják rövidre a műsort, akár mégis keresztelhetik, végül is még nem fürdött a Balatonban, ami hát nyilván egy irónia és abszurd, de hát egyben az engedékenység, elfogadás és a szeretetnek is a megnyilvánulása lehet a pápa részéről. tekintsük ezt egy keresztényi szövegnek szintén. Abszolút, abszolút. Nem szokták tőled kérdezni, hogy, hogy festő úr miért nem fest rendes képeket, mik ezek? Szokták, hogy Ugye? Nem? Persze. É, azt szoktam válaszolni, hogy tájképeket, hattyút, absztrakt képeket, nagyon sok más témában százszor jobb alkotók vannak, én ilyenre e, sikerettem, vagy hát engem ez foglalkoztat, aminek nyilván sok gyökérből táplálkozó ere van, és hát hogy ez mennyire jó vagy rossz, nem tudom. E, szerintem olyan szempontból mindenképpen nagyon fontos, hogy a politikai szekértáboroktól függetlenül, mert én ugye minden politikai pártra e, a képviseltségük szintjén próbálok figyelmet szentelni és kritikával lenni, esetleg szerető, odahajló kritikával. Tehát, hogy nekem ez adatot meg, és ebben gondolkozom. Ez egyfajta napló is lehet, egy abszurd kelet-európai napló egy korról, amely egyszer akár 50 év múlva valakinek egy képes könyvben valamit hozhat abból, hogy mi milyen világban élünk. Fogják érteni? Fogják tudni? Ugye van itt Sádon, meg, 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 mindenféle olyan szereplő a hétköznapokból, akik a mai hírek szereplői, de kit fog érdekelni már Sádon György története 50 év múlva? A történetből ez az kiderülhet, vannak népszerű szereplők is, akár a miniszterelnök, akár Gyurcsány Ferenc, akár Marx, akár Soros György, tehát akikre azért fognak 50 év múlva is emlékezni, mert ezek olyan celebritások a maguk módján, vagy olyan történelmi szereplők, akik hát nagyon komoly korszakokat határoznak meg a magyar történelemben, vagy európai, vagy világtörténelemben. Én úgy érzem, hogy az élet aránylag rövid, és úgy gondolom, hogy ez a rövid élet alatt megpróbálok azzal foglalkozni, ami hát végül is az én életem során biztos, hogy valid vagy mérvadó lesz és hogy éppen Sadu György és Fölner Pál WC pucolva a fényes visszatérését tervezi-e, akár a Harvard etikai professzoraként, vagy az Európai Unió Korrupcióellenes Bizottságának a vezetőjeként, ez úgy gondolom, hogy önmagában olyan örkényi, hogyha bizonyos értelemben már nem tudjuk, hogy örkény milyen, THS és egyéb rövidítéseket fogalmazott meg a szövegeiben, hogyha ezek a szövegelemek vagy arcok ismeretlenek lesznek, vagy teljesen furcsák és idegenek, akkor is maga a kontextus, talán a történet majd hordoz valamit. Ami... De az izgalmas, azt nem szokták alkotók könnyen beismerni, hogy foglalkoztatja őket, hogy mi marad, hogy, hogy 50 év múlva, 100 év múlva, hogy ezek a képek, ezek jelentenek-e valamit, és mennyit, ha igen. Ezt téged foglalkoztat? Lehet, hogy foglalkoztat, és ö, én ö, ketté osztanám. Tehát ö, egyesek azt mondják, hogy miért csak magyar témákkal foglalkozom, nem igaz. Tehát én nemzetközi ö, ö, tematikájú képeket is festek, volt kiállításom külföldön, akár Pekingben, akár New Yorkban, Londonban, és itt tovább, ahol olyan tematikájú képeket állítottam ki, amelyeket ott értettek. És New Yorkban is értik az Orbánnal, vagy a Kim jong un vagy a trump kapcsolatos festményeket. És nyilván van egy jelentős mennyisége, vagy aránya a képeimnek, amely értelmezhető lesz 50 vagy 100 év, vagy 200 év múlva, és vannak olyanok, amelyek viszont nem. Viszont mondok egy ellenpéldát, hogyha Louvre-ban sétálunk és nézegetjük a képeket, valljuk be, hogy a szereplők 90%-áról nem fogunk tudni semmit, mert lehet, hogy egy középkori Kereskedő volt, aki megrendelte magáról a képet, vagy egy egyházi méltóság, akire már senki sem emlékezik. Tehát nem mindig csak a szereplő ismertsége fontos, hanem egy képnek a vizualitása, a színei, az arányai, a kidolgozottsága, és így tovább. Úgyhogy nem tudom, hogy száz év múlva mi lesz, ami most van, az érdekel alapvetően és lehet, hogy ez nem eléggé teszi örökérvényűvé a művészetemet, de én ezzel a nehézséggel szemben is. Az öncenzúra mennyire foglalkoztat, bánt van jelen az életedben? Van-e olyan határ, amire azt mondod, hogy ezt valamiért nem, és az nem feltétlenül mondjuk egy, egy erkölcsi etikai határ, hanem, hanem egyszerűen nem vagy magad sorsának megrontója? Öh. Az kevésbé érdekel, hogy a saját sorsomnak milyen mértékben vagyok a megrontója. Én kívülállóként festem ezeket a képeket, nem vagyok semmilyen társadalmi funkcióban, munkahelyen alkalmazva, tehát én nem is várok el a társadalomtól semmilyen elismerést, vagy, vagy bemutatást, amelyik nincs is pillanatnyilag sehol. Van egy múzeumom, amely hát egy amerikai kapitalistának a jóvoltából még nyújt, egy kis, mondjuk úgy, hogy játékteret az én képzőnyszeti-irodalmi megjelenésemnek, meg időnként kisebb galériák. A másik cenzúra az érdekes, hogy maga az ember, az alkotó, a nyilatkozó személy meddig képes elmenni a durvaságok irányába. És én itt egy olyan határt látok létjogos útnak, hogy Rossz indulatúan, vagy rossz hiszeműen, vagy szélsőségesen e, súlyos tartalmakat nem állítok. Vannak kemény esetek, amikor olyan történelmi toposzokra, párhuzamokra utalok, amelyek igenis nagyon fájóak lehetnek, de azoknak voltak bizonyos kiváltókai, vagy úgy érzem és vállalom, hogy van létjogosultsága. És nyilván, de nem fogok senkiről se végérvényesen rosszat mondani, vagy kirekesztőt, vagy nem tudom én ilyen olyan tiltott szimbólumot felfesteni, mert ezt fölöslegesnek is tartanám, meg nem is tartom indokolt. Az, hogy a tabuk hogy változtak az elmúlt mondjuk 30 évben, ami ott a Magyarországon vagy, azért az eléggé elgondolkoztató, és valószínűleg ez a te munkáidon is valamelyest látszik. Tehát például a szexualitás tabui, azok szépen lassan ledőltek, és építettünk helyette politikai tabukat amiket most pc neveznek meg, ennek, annak, amannak, de végül is egyfajta tabu. Ez igazodnod kell? Hát, vagy igazodnom, vagy ezeket is témaként feldolgoznom. Tehát az, hogy például Gustav Klimt lecseréli a az ő portré alanyát fehér szőke nőből Michelle obama például, tehát ez is egy, egy olyan Kor által hozott történelmi hordalékot, másrészt egy kicsit egy abszurd dolgot is felmutat, hogy miközben van egy korszerű elvárás bizonyos fai reprezentációra, ami lehet teljesen indokolt és teljesen érthető, különösen mondjuk egy amerikai kontextuson belül, ahol hát ennek azért elég sok. Problematikus oldala van, ugyanakkor azt elvárni, hogy visszamenőleg cenzúrázva legyen a történelem, vagy különböző. Mondjuk, hát vagy a művészet? Karolyat, vagy a művészet. Tehát ezzel játszottam el, vagy ezt dolgoztam fel az egyik festményen, és a hozzá kapcsolódó szövegen, ugye, hogy hát a. Nézők egy része az megpróbált Michelle Obama-ra hasonlítani, a másik részük viszont Gustav Klimtre, de abban egyetértettek az elmegondozóból, éppen oda látogatott, kezeltek, hogy Moonwalk járásban Michael Jackson zenére fognak visszatérni az árt osztályra. Nagyon fontos dolog az, hogy legyen valamiben társadalmi egyetértés. Az, de. hogy te említetted az előbb, hogyha nagy kiállító termekbe azért nem engednek be. Azt te például egyfajta politikai korlátozásnak érzed? Ott keresed a gyökerét? Lehet, hogy nem is vagyok méltó arra, hogy ezeken a helyeken az én munkáim bemutatást nyerjenek. Viszont. Ezt most nem őszinte érzésből mondtad, ugye? Hát játékos érzésből. Tehát hmm. van benne komolyság is, még érő. Jó, akkor értjük is. úgy, hogy a műveidet e Oké. Okay. Mondjuk egy komolyabb megfogalmazásban azt mondom, hogy Nincs kizárva, hogy lenne érdeklődés a művei megtekintésére egy nagyobb nyilvános vagy állami kiállító helyen, hogy ez miért nem következhet be, tehát hogy miért kizárt ez a mai világban. De... Ez ma hogy működik? Úgy működik, hogy neked eszedbe jött, hogy milyen jó lenne egy kiállítás a műcsarnokban, és valakit fel kéne ez hívni. Vagy úgy működik, hogy a műcsarnok egy kurátorának jut eszébe, hogy a doktor Máriás, milyen rég volt? Volt egyáltalán már? Hogyan működik ez? Volt régen kiállításom a műcsarnokban, egy egész teremnyi termet kaphattam a művei bemutatására, valahol talán 15 évvel ezelőtt, a Ludwig Múzeumban is valamikor volt egy egész teremnyi. Nagyjából akkor szintén. Hát körülbelül kicsivel később, körülbelül tíz évvel ezelőtt. már csak ezért is bátorkodom azon elgondolkodni, hogy nem -e lehetne esetleg újra, vagy nem -e volna indokolt. Nem vágyok én oda feltétlenül, csak ezt mint kérdést fölvetni, hogy lehetne egy ilyesmiről szó. Nyilván ismernek engem azoknak a múzeumoknak a vezetői, lehet, hogy még barátságban is vagyunk bizonyos értelemben. A műcsarnokban például az egyik kurátornak a falán róg is egy képem. Tehát van a műcsarnokban festményem, csak nem látható. Viszont, hogy mi az, ami bemutatandó, mi az a tült, tiltott, támogatott kategória szerint esetleg, ahová én most kerülnék, az nyilván most nem éppen a kérdéses, polémikus témáknak a bemutatása, pedig én azt hiszem, hogy nagyon sokaknak jó lesne, hogyha valamilyen visszajelzést, egy más véleményt, egy mondjuk úgy bátrabb, szókimondóbb választ is hallhatna egy kívülálló, egy művész részéről, mint amit feltétlenül a pártok propagálnak. Viszont mostanában nem régen kaptam munkácsi díjat, amihez gratulálok. Nagyon szépen köszönöm. És amit attól a Csák Jánostól kaptál, aki jelenleg a kultúráért felelős miniszter, aki mondjuk beállt a Wordpress Press fotó a baléjába gondolatát felkapva, és aki aztán kirúgta el Simon Lászlót. Kell ezzel neked valami viszonyt kialakítanod ezzel a helyzettel magadban? A munkácsi díjra én 16 évvel ezelőtt voltam első ízben fölterjesztve egy művész, művészeti író Szombati Bálint által, aki egy könyvet írt rólam, egy nagy monográfiát, és lévén ő már megkapta ezt a díjat, fölterjesztett engem, hogy esetleg én is részesüljek benne. Azóta nagyon sok idő eltelt, és úgy is értelmezhetjük, hogy én 17-6 éven át nem kaptam meg ezt a díjat, tehát még egy előző kormány is esetleg megadhatta volna a baloldaliak, de nem adták, és... És ez egy szakmai díj, tehát ezt művészek, művészettörténészek ítélik oda. Sajnos nagyon kevesen kapják meg ezt a díjat évente heten, és nyilván ez önmagában nagyon sok konfliktust generál. Tehát ki az, aki megkapja, méltó, és nagyon sokan vannak, akik nem kapják meg, és én nem gondoltam volna, hogy ez egy ennyire problémás dolog lehet. Lévén én úgy tekintek erre abszolút, mint egy szakmai díjra, tehát nem egy politikai díjra, hanem egy szakmai díjra, amelyre én többször is fölettem terjesztem, én nem tudom, hogy hogy kerül odaítélésre, és én nem befolyásoltam ennek az odaítélését, nem is befolyásolhattam, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy bizonyos elismerés, és ha már említettem Kertész Imrét, akkor hadd említsem még egyszer, hogy hát, a díjakat át kell venni, vagy át lehet venni. E, utólag e, már máshogyan tekintek erre a díjra, mert nagyon sokan támadtak, de nem tartom ezt annyira létfontosságúnak. Támadtak kérdésem. azért, mert úgy érzik, hogy te vagy annyira ellenzékhez sorolható ellenzéki alkotó, hogy nem fogadhatsz el a kormánytól, úgymond azoktól egy kitüntetést? Igazából igen de hát ezt úgy érzik, úgy egyesek, úgy élik meg, mintha én ezáltal legitimizálnám a kormányt. Holott valószínűleg senki se festett még annyi kormánykritikus képet, mint én, beleért a teljes úgymond baloldalt, radikális baloldalt, és így tovább. Úgyhogy ez nem jelentheti azt, hogy az én civil vagy politikai véleményem bármilyen értelemben megváltozott volna, ez annyit jelent, hogy egy szakmai díjat én átvettem, mert úgy éreztem, hogy egy sok éves, nagyon intenzív munkáért esetleg ez méltó. Hozzáteszem, díazat. az lenne a normális világ, csak hát nem feltétlenül mindig így élünk, hogyha függetlenül attól, hogy ki melyik oldalt képviseli politikailag a művészetet, a kultúrát értékelni a helyén, és értékén kezelni, és nem politikai alapállása szerint. De hát ugye mint hogy te is megkaptad a visszajelzést a saját pályatársaitól ezek szerint. Ez nem feltétlenül így néz ki ez a világban. Nem, sajnos, és az, aki kirakatban van, vagy akiről beszélnek, ugye ő sokkal több támadást kap, sokkal könnyebben, mint esetleg mások. Mert a, a háttérben ugye nagyon sok olyan úgymond baloldali művész van, akiknek a műveit a NER, szimpatizánsok vagy tagok vásárolják, és miközben jelentős bevételre tesznek szert, mást kritizálnak. Úgyhogy érdekes viszonyban. A te képeid nagy része, és most átlapozva ezt a kötetet, amiről beszéltünk már, és amit még majd megemlítünk, most ugyanezt látom, hogy beleillik abba a sírva vigada magyar képbe, amit mi magunkról rendszeresen állítunk. Mert hogy voltak éppen hát, síralmas, amilyen képet ezek, ezek az alkotások festenek rólunk, de hát közben lehet rajta nevetni. Magunkon lehet nevetni. Kicsit olyan svejki ez az egész. Egész biztosan, hogy sok benne a groteszk, az ironikus, az álironikus, a szellemes, a bukolikus, és még sorolhatnánk hány árnyalat. Van benne egy eszterházi portré is, amelyik hát Valahol az iránta érzett tiszteletet is megidézi, akivel hát sokszor beszélgettünk, és amikor én elkezdtem viccelődni, akkor ő azt mondta váratlanul, hogy egy szót se többet. És akkor ezen is nevettünk, hogy ő mondjuk leállít, kizár egy diskurzusból, csak azért, mert egy kicsit ez túl groteszk, vagy túl ironikus, vagy túl erős a számára. És úgy gondolom, hogy ha mi felvállaljuk azt, amik vagyunk, akkor könnyebben fogunk nevetni, mindazzal az esendőséggel, bájjal, csúnyasággal, ami a mi életeinket, és néha akár a tetteinket jellemzi. Úgy gondolom, hogy egy őszintébben tudunk nevetni talán. Mennyire egy generáció életérzése az, amit képviselsz? Hogy látod? Neked két felnőtt gyereked van már. Ők például ugyanúgy látják a világot, ahogy te? egy 30 éves énekes lányom van, és egy 28 éves jogász fiam. És nagyon érdekes a kérdés, azért indítok ilyen távolról, mert itt a generációs identitásról is szó van. Nyilván nagyon sok felé utaztunk a világban, fellépések, kiállítások okán is, és nagyon sok avangárd, művészeti, klasszikus múzeumban megfordultak. Tehát volt egy olyan gyermekkori kötődésük, alapanyaguk, amely segített abban, hogy értelmezzék azt, amit én csinálok. És eleinte, amikor látták még kisebb gyermekekként, amit festek, néha el voltak szörnyűködve. És utána elmúltak évek, és tinédzserek lettek, és utána visszajöttünk egy-egy olyan buli után, amit ők rendeztek a lakásban, és mondom, hát mi lett itt a festményekkel? Átrendeztétek? Hát igen, tartottunk egy kis tárlatvezetést, és hát nagyon szerették, és rengeteget nevettek. Tehát az ő generációjuk kis idővel megértette ezeket a történeteket, vagy ráhangolódott erre a bizonyos értelmezési identitásra, és számomra ennél nagyobb ajándék nem sok van, mint hogy ők is a saját módjukon, a saját tyúkéknak érzik ezeket a történeteket a koncertjeinken, a kiállításaimon úgymond 15 évestől 80 évesig egyaránt felelhető a közönségben korosztály. Számomra ez nagyon nagy ajándék, hogyha esetleg időseknek és fiataloknak is adhatok valamit. Te magad punknak szoktad mind a mai napig nevezni, hogyha valahogy ez a kérdés felmerül, mondhatod, hogy lassan az utolsó punk vagy. De nyilván nem. De a zenekarod, a tudósok, az lassan az utolsó magyar punk zenekar, amelyik aktívan működik mind a mai napig. Annyira, hogy ebben a könyvben van egy új CD-tek is. CD-t sem szoktak ma már kiadni, úgyhogy ti kiadtatok egyet. Azon mi van? Új dalok? Annyit hozzáfűznék még a pánksághoz, hogy ez igazából attitűdként él bennem, tehát egyfajta lázadás, őszinte harsány rácsodálkozás, kritikai megnyilvánulás amely hát a korai punknak volt a jellemzője, nem annyira zenei vagy stilisztikai értelemben, de igen, mi vagyunk az egyik post-punk zenekar, a kevés közül, amelyik még nagyon aktív, 86-ban alakult, alapítottam Újvidéken, és hát a mai napig működik, és akkor is, hogyha a zenéjében nem a klasszikus punk formavilágot hozza, hanem funk, jazz, mindenféle egyebet, Valahol azt mondhatjuk, hogy ez egy posztpunk zenekar, és egy új lemezt kiadtunk, és hát ez is egy abszurdum, hogy CD-n, de hát ragaszkodtunk ehhez az album dologhoz, úgyhogy ez egyfajta konzervativizmusként is felfogható. Azonban, hogy valahogy egy összesség, egy kompozíciós struktúra lel lelhető fel ezen a lemezen, az egyértelmű, és itt is van mindenféle dal, Himnus, himnikus idők, himnuszai, hát nem tudom mennyire vehető ez is komolyan, hogy egy himnikus... Ez a korszak élünk. minden csak nem himnikus. Bár hát ebben igen, élünk, ez jut nekünk. De megpróbáljuk ezt eh, himnu, himnikus időként megélni, és ezért himnuszok szólnak arról, hogy például szeretünk lopni, vagy például valaki nem annyira szép, de szeretnénk, vagy például újak szeretnénk lenni, vagy hogy szép a puszta, és így tovább vagy hogy szerelmes vagyok Greta Thunbergbe, van egy ilyen szám is. Úgyhogy stilisztikailag nagyon különböző a minden számnak a, mondjuk úgy, hogy a hozzáállása, szövegileg is, zeneileg is. Nagyon fontos és nagyon nagy ajándék számomra, hogy néhány zenész kitart mellettem már hosszú évek óta, Endrei Dávid basszusgitáros, Jeli Gergely dobos, Gulyás Levente gitáros, és újabban Lehel Oliver billentyűs, aki oroszlán részt vállalta a lemez felvételeinek az elkészítésében és a videó készítésében. Úgyhogy nehéz mellettet kitartaniuk? Hát nem mindig könnyű. Van nekem Mit jó, van? meg van rossz oldalam is. Sokat szoktunk nevetni és ez úgy gondolom, hogy nagyon fontos. Úgyhogy időnként bármilyen meghívás kapunk, beülünk egy autóba, és hát punk ként elindulunk valahová, és nem tudjuk már, hogy hol fogunk fellépni, és kik előtt, és hány ember előtt, lehet, hogy csak tíz, lehet, hogy csak öt, lehet, hogy majd ötszáz ember előtt, de maga a kihívás, hogy történjen egy találkozás, egy ünnep, egy katartikus alkalom, már ez több, mindennél, úgyhogy és egy nagyon fontos szelep arra vonatkozóan, hogy az ember a hétköznapi énnyéből kiléphesse. Tam a világ legfejlettebb demokráciájáról. Az összes többit ott találják abban a könyvben, amiről mi most itt nem beszélgettünk, meg fogják fejteni úgyis a lényeget. Képek, írások és egy CD dr. Máriástól és a tudósoktól. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm itt. a lehetőséget. Köszönöm a figyelmüket, mert egy hét múlva megint jövünk. Viszontlátásra.